Döbrök köz régi vágya teljesült a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT pályázati lehetőségével, mely arra hivatott, hogy támogassa a határon túli és magyarországi települések között létrejövő kapcsolatokat, mondta el Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője. A miniszterelnökségnek az egyik kiemelt pályázata a testvér települési pályázat, amit a nemzetpolitikai államtitkárság hirdett meg. A tavaly már erre az évre decemberben meghirdettük ezt a pályázatot, és az egyik település, Gesztor település, Döbrök közlet, amely település Csikrákossal kíván, illetve kíván létrehozni egy testvértelepülési kapcsolatot. Ennek nagyon örülök, mert nagyon jól ismerem mindkét települést. Döbrök köz az egyik kiemelkedő községe az én körzetemnek, és Csikrákos pedig egy székelyföldi település, ahol számtalanszor voltam már csak ebben az évben is. Úgyhogy örülök ennek a lehetőségnek, és remélem, hogy a két település valóban kihasználja azokat a lehetőségeket, amelyek ebben a testvértelepülési együttműködésben rejlenek, és nem csak a két polgármester közötti kapcsolat lesz ez, meg a képviselőtestületek közötti kapcsolat, hanem egyre inkább a civil emberek között, intézmények, egyesületek között. Úgyhogy remélem, hogy ez is erősíti a nemzeti összetartozás érzését, de élményét is a két településen élők között. Az ünnepélyes testületi ülés keretében aláírt testvértelepülési szerződéssel egy régi álma valósulhatott meg Döbrök köznek. A polgármesteri programomban már szerepelt, hogy a Döbrök köz községnek egy testvértelepülési kapcsolatát szeretném létrehozni, és 2021. decemberében a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT egy pályázatot írt ki, amelyben a testvértelepülési kapcsolatokra a finanszírozására lehetett pályázni. Ezt megragadva beadtuk a pályázatot, és Potápi Árpád János államtitkár urat kértem, hogy segítsen nekem találni egy erdélyi magyar lakta települést, és az ő segítségével jutottunk el Csikrákosra. A polgármester úrral már a tél folyamán felvettük a kapcsolatot, és ő is nagyon örült a kezdeményezésnek, és én is, és bízom benne, hogy ez egy gyümölcsöző és jó kapcsolat lesz. Az a tervem, hogy ne csak a vezetők, a falu vezetők találkozzanak és utazzanak, hanem a jövőben a civil szervezeteinket összeismertetni, de akár magánszemélyek is. Elképzelésem és vágyam az, hogy minden tavasszal egy autóbuszos kirándulást tudjunk szervezni a falu lakóinak, és ismerkedjenek. És ugyanígy a csikrákosiakat is visszavárjuk, sőt a gyerekek részére akár egy balatoni tábort is be tudunk szervezni a mi gyerekeinkkel közösen. A vissza nem térítendő támogatást Döbrök köz önkormányzata a csikrákosi delegáció vendéglátására, valamint az ősz folyamán a Hargita megyei település felkeresésére fordítja. Így van mondjuk megismerni egymást, azt a munkát, ami a mindennapjaikat övezi, és a falvakat, ahol remélhetőleg a jövőben sokszor megfordul majd mind a két település delegációja. A Csíkszeredától 10 kilométerre fekvő település polgármestere örömmel tett eleget a Tolna megyei település kérésének. Árpádkori településről beszélgettünk, az első írásos emlékek 1200-as évekből való, de egyre több bizonyíték van, hogy már a település létezett előtte is. Kiemelt településünk olyan szempontból, hogy nagyon sok épített örökséggel rendelkezik, mint olyan a templom, kápolna, meg Pogányvár. Tehát rengeteg látnivaló van a településen. Döbrök közön kívül azért még van két magyarországi, és egy délvidéki, illetve egy felvidéki. Sajnos az ukrán háború nem tette lehetővé, hogy Kárpátalján is kiszemeljünk valakit, és aktívan kezdünk kapcsolatot építeni, de hát ami késik, nem múlik, és nagyon szeretnénk, hogyha a Kárpát-medence minden tájegységéből lenne egy testvértelepülésünk. Keressük azokat a pályázati lehetőségeket, ahol lehető legtöbb ember meg tud fordulni egymás településén, és olyan programokat, ahol tényleg a személyes kapcsolatra építünk, tehát a barátságra és egymás megismerésére, mert szinte biztos vagyok benne, hogy ezek tudják tovább értetni egy-egy ilyen hivatalos kapcsolatnak, illetve tudják megtölteni tartalommal egy-egy ilyen hivatalos kapcsolatot. A mára testvérkapcsolatot ápoló két település célja a jövőben, hogy a vezetőkön túl a civil szervezetek, hagyományőrző alapítványok, iskolák, óvodák, de akár családok is rendszeresen találkozzanak egymással.